Hát ez egy ilyen erősen áttétes dolog. Azért, mert amikor 3,5 héttel ezelőtt bekerült a kórházba, és éjjel, ugye 2 órakor, akkor bizonyos időre megállt a szíve, ugye, és emiatt ugye kómába került, és bekerült a kórházba. Ez ennek a könyvnek az első fejezete gyakorlatilag. És akkor is ugye arról beszéltünk, hogy ugye 4,5 éven keresztül, amióta megtudtuk, és ő is megtudta, hogy a szíve ilyen állapotban, gyakorlatilag próbáltuk magot felkészíteni erre a dologra, akkor sem sikerült felkészülni, és ugye 3,5 hete benfekszik a kórházban, és mindenki próbált valamire készülni. Persze a remény az mindig megvolt, hiszen hol jobban volt, hol rosszabbul, mint hogy az elmúlt 4,5 évben is. És hát ugyanis sajnos hajnalban, úgy tudom, hogy hajnalban történt, és ugyanaz a szituáció volt akkor is, én mindig lenémítom éjjel a telefonomat, és ha a Miklós a feleségemet hívja a telefonon, és azt hallom azt, hogy igen, Miklós, akkor már tudom, hogy baj van. Mert ő csak a legvégső esetben hívja a Szilvi telefonon, és ez most is pontosan így történt, tehát amikor az ágyom mellé lépett, és láttam, hogy nem nagyon kap szavakat, akkor már tudtam, hogy itt az történt, amit nem akartunk. Rengeteg olyan dalt írt, hogy ami az ég és a föld és a szívnek a kapcsolatáról szól. Mi volt az a dal szerintetek, vagy mi volt az a szöveg, ami legjobban jellemezte őt egyébként, mint embert? Hát szerintem mindenkinek más, a Kék és narancsárga című dal. Annyira keveset tudnak a rajongók erről az emberről egyébként, aki a színpadon élt és minden volt, és egyébként meg egy nagyon melankolikus, egy nagyon csendes visszahúzódó volt. Ha neked magadnak kellene mondjuk a cipőről mondani valamit, te a személyes élményeid, a szíved szerint te milyennek ismerted a Bódi Lacit? Fú, erre nagyon nehéz arra szólni, mert itt 23 év után az ember mint egy családtagra úgy tekint. Én nem tudom. Most próbálom tanulni oxigén nélkül élni. Mert hogy annyira jó volt az ennek a motorja. Teszek, hogy kapoltyút veszünk. Benned milyen kép van a cipőről? Hogy marad meg benned? Hát ez egy ilyen erősen áttétes dolog. Azért, mert amikor 3,5 héttel ezelőtt bekerült a kórházba, és éjjel, ugye 2 órakor, akkor bizonyos időre megállt a szíve, ugye, és emiatt ugye kómába került, és bekerült a kórházba. Ez ennek a könyvnek az első fejezete gyakorlatilag. És akkor is ugye arról beszéltünk, hogy ugye 4,5 éven keresztül, amióta megtudtuk, és ő is megtudta, hogy a szíve ilyen állapotban, gyakorlatilag próbáltuk magot felkészíteni erre a dologra, akkor sem sikerült felkészülni, és ugye 3,5 hete benfekszik a kórházban, és mindenki próbált valamire készülni. Persze a remény az mindig megvolt, hiszen hol jobban volt, hol rosszabbul, mint hogy az elmúlt 4,5 évben is. És hát ugyanis sajnos hajnalban, úgy tudom, hogy hajnalban történt, és ugyanaz a szituáció volt akkor is, én mindig lenémítom éjjel a telefonomat, és ha a Miklós a feleségemet hívja a telefonon, és azt hallom azt, hogy igen, Miklós, akkor már tudom, hogy baj van. Mert ő csak a legvégső esetben hívja a Szilvi telefonon, és ez most is pontosan így történt, tehát amikor az ágyom mellé lépett, és láttam, hogy nem nagyon kap szavakat, akkor már tudtam, hogy itt az történt, amit nem akartunk. Rengeteg olyan dalt írt, hogy ami az ég és a föld és a szívnek a kapcsolatáról szól. Mi volt az a dal szerintetek, vagy mi volt az a szöveg, ami legjobban jellemezte őt egyébként, mint embert? Hát szerintem mindenkinek más, a Kék és narancsárga című dal. Annyira keveset tudnak a rajongók erről az emberről egyébként, aki a színpadon élt és minden volt, és egyébként meg egy nagyon melankolikus, egy nagyon csendes visszahúzódó volt. Ha neked magadnak kellene mondjuk a cipőről mondani valamit, te a személyes élményeid, a szíved szerint te milyennek ismerted a Bódi Lacit? Fú, erre nagyon nehéz arra szólni, mert itt 23 év után az ember mint egy családtagra úgy tekint. Én nem tudom. Most próbálom tanulni oxigén nélkül élni. Mert annyira jó volt az ennek annak a motorja. Teszek, hogy kapoltyút veszünk. Benned milyen kép van a cipőről? Hogy marad meg benned? Nem.